Teltház előtt vitte színre az előadást mintegy 120 résztvevő. A zenekarban zeneiskolás diákok játszanak a tanáraikkal együtt, Berec Katinka vezényletével. Annyit kell még a zenekarról tudni, hogy amellett, hogy a gyerekek játszanak benne, amellett a tanáraik is ott vannak, és mivel ez egy kis zeneiskola, és nincs minden hangszerünk meg, ami egy nagy szimfonikus zenekarhoz kellett volna, ezért külső iskolákból is egy néhány kollégát bevontunk. A felkészülésünk az egy elég hosszú időbe telt, heti 2-3 próbával, 2 óra hosszásakkal, amin azt hiszem mindenki beleadott mindent, és most reméljük, hogy meghozza a munka a gyümölcsét. A magyar kanizsai és a szabadkai alapfokú iskolákat már évek óta szoros barátság és együttműködés köti össze, és ennek a gyümölcse most ez a színpadi előadás. Eddig még senki nem csinált ilyet errefelé az alapfokú balettiskolával. A zeneiskolának sok a tanulója, és sokkal nehezebben szerveződtek, de a tanáraik segítették őket. Először mi állítottuk össze a koreográfiát a balettiskolában a 3-tól 15 éves korosztályra építve. Judit igazgatónővel aztán egy este arról beszéltünk, hogy jó lenne egyesítenünk az erőforrásainkat. Mi ugye nem tudunk zenekar nélkül fellépni, de ők tudnak nélkülünk játszani. És így egy nap létrehoztuk együtt elsőként ezt a környéken egyedülálló programot. A belépés ingyenes volt. A jótékony célra szánt önkéntes adományokat az alapfokú zeneiskola az oktatás minőségének javítására fordítja. Március 9-ére tervezik a darab következő előadását, ami már is teltházas.